Némielőtt úgy azért, hogy egy kicsit a technikát segítségül hívnám, mert egy-két szív gondolat, amiről ma akarok beszélni. Ha jól megjegyzed azt, amit ma elmondok, én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés leszel az életben. Tényleg. Egy picit, hogy reagálnék az estére, jó? Annak is csak egy kicsi oldalát hallgattam meg. Az egyik az, hogy nekem nehogy elfogadd az életben, hogy a csend az az ördögnek a műhelye. Ez valami ilyesmi hangzott el. A csend az egyik, tudjad, az egyik legjobb tanítómester, és egyet ne felejtsd el, és ekkor szerettem meg a ferenceseket. Amikor fiatal papkoromban elmentem Budapestre bátyussal, mindig elég sokat tekerektünk, akkor persze jobb dolgom nem volt, gondoltam magamban, bátyusot nézette a szemét, és hogy elmentem egy ferences atyához, gondoltam, hogy egy kicsit beszélgetek. És valami olyasmit mondott, amivel úgy az életemet úgy sinretette, és azt mondja. Pedig erre nem beszéltem, azt sem tudom, hogy azt ilyenkor miért mondja, de azt mondja nekem, hogy fiam, a lelked nagyon jó hasonlat volt, olyan, mint egy kehely. És azt mondja nekem tovább, hogy nem lehet az, hogy képzeld el, az, hogy a tanárked olyan, mint a kehely. És azt mondja, ami lötyög benne, arról nem lehet beszélni lötyögőköt. Csak arról lehet beszélni, és attól lesz hatásos minden prédikáció, szinte minden előadás, ha én a lelkemet megtöltöm, és túlcsordul. Na azt mondja, na erről beszélj, fiam. És ezzel úgy meg is határozta az életemet. És tudjad, hogy azzal, hogy azzal se értek egyet, hogy a személyiség és az egyéniség miért ne lenne mind a kettő jó? Egyszer én azt mondom, legyél egyéniség, mert egyedi vagy, ha vesszük a szót, ő egy. Egyedi vagy. Nem másolat, nem indigós vagy, hanem egyedi vagy. És szépen kérlek, a keresztelésben például a keresztelő kolaját én úgy csengetlen magamnak, hogy te azért kaptad kereszteléskor, hogy te ne legyél másolat, ne utánoz senkinek az életét, te a saját életedet éld, mert akkor megy tönkre, és egyedi vagy, és egyediként szeret az Isten, nem másolatként. Szerintem még annak még a jó Isten se örvend, hogyha másolat vagy, azt gondolok mindig arra, hogyha valakinek le akarod másolni az életét. Ugyanakkor meg pedig létezik személy méltóság, ami teljesen egy ilyen különböző dolog. És ez tényleg jól jegyez meg, hogy bármit mondasz bárkinek, még hogyha azt mondod, hogy tényleg nagyon szeretlek, akkor mondd ki, ha az a lelkeden túlcsortul. Szinte úgy nyakovágtam egy fiatalt, megyek, tudod, a dombon néha szoktam itt sétálni, és a fiú gyúrja a leány. Gyere, te boldoggá teszlek, gyere, boldoggá! Szinte alig tudtam megállni, hogy ne vágjam nyakom te. Hogy megkérdezze, mi a tetvekkel akarod boldoggá tenni? Tehát látszott, hogy a leány értette, és nem akart menni, de mind gyúrta, gyere, boldoggá tesztek. Amire a rossz csóró, bocsánat, hogy nem ellenek beszélek, amivel ő azt hiszi, hogy boldoggá teszi, egy életre ketté hasíthatja az életét. Jól vigyázz, leány, ha még szűz vagy. Semmi probléma, nem zavar engem, de jól vigyázz, hogy kinek adod oda. Vagy ketté töröd az életedet, vagy elmész egy olyan irányba, amit még magadat is fogod utálni, és lehet, hogy pont ezért nem fogsz tükörben nézni, mert utálod a tetteid miatt. Majd pedig egy adott pillanatban azt tudjad, hogy egy olyan drága dolog, csak hogy himi-humi, ne add oda. És egy fiúcska jön és azt mondja, boldoggá tesz, mondjad neki, derékon felül tegyél boldoggá. Bocs, ezt lehet adni még a tévében is, mert... De még egyszer tudod, az, amikor te valamit elmondasz, akkor az csorduljon túl, akkor tényleg érezze, hogy nem csak a teste, vagy nem csak az kell. A másik, tehát amit tényleg akarsz adni. A másik, amit ugye el szerettem volna mondani, hogy jönnek ezek a lecsó szöveggel, tudod, és mindig azt mondják, hogy szegény erdélyi fiatalú kés hajnállak. Jó Istenem, mert ez az agyamon szökik ki te. Hát például tudod, amikor még én is a szép szállegény voltam, tudod, a szép szállegény van fiatal, mindegy, csó fiatal tudod nincsen. És fiatal papként van ez a primícia nekünk, ez az első mise,
És ugye mennek be a papok elől, a minisztránsok, és akkor én is hátulról, mint ünnepel, megyek be a templomba, és ahogy léptem a hátsó lépcsőn, tudod, egyszer hallom, hát kinek, egy nőnek a hangját, hát persze. És hallom, hogy jaj, szegény! Ezt nem tudtam megállni, szóval, hogy hát mi a csodáért vagyok szegény? De miért vagyok szegény? Őszintén én nem értettem még, hogy igazából, hogy most egy pap miért szegény? Szegény az, amikor összekötöd egy szerelemmel az életedet, és ketté hasítják, akkor igen. De szegény mind a kettő, mert az egyik valamit nem lát, és ez nekem sokkal döbbenetesebb, mint az, amikor egymásnak kezdünk játszó társai lenni, vagy játékszer a másiknak a kezébe. Ez sokkal jobban, nem is azt mondom, hogy szegény, de soha az életben engednek, hogy valaki azt mondja neked, hogy szegény, és elkezdél sajnáltatni. Hát most mit érek én ezzel a sajnálással? Jaj, szegény. Na, jaj. Hát most mit tudjak én? Na, oké. Csak ezt így le akartam bizonyos értelemben reagálni, és plusz, olyasmit tapasztaltam meg bennetek, amit ritkán tapasztalok meg fiatalokban, ezt jól tudja. Ahhoz már tényleg eléggé benne vagyok a korban, hogy az ember ezt valamilyen többet lásson. És ha valaki még nem látta azt a filmet, hogy a 300 spártai, van egy közöledik, aki látta. Angyalok vagytok. Na, aki nem látta, téma deltásza, menj az, azt nézd meg. De két dolgot hadd hozzak ki, és akkor kezdem a plébáni és az egyházi évet is, nézd meg, hogy mennyi lehetőség van. Nagyon szeretném, hogyha innen hazamennél, és a csoportokba hazamennél, és azt, amit itt műveltek veled, valamit tudatosodjék, hogy még minden mellett az, hogy te egy külön, egyedi ember vagy. Ugyanakkor meg pedig nem csak egyedi, hanem egy közösséget alkotsz, úgy nemzetileg, mint plébániai közösséget is, akkor a spártai nálad megtanultam két dolgot. Nagyon tetszik az a filmte. Az egyik dolog az, hogy amikor, hogy hívták a vezért? Leonidász, ez a Leonidász megy a 300 cselédjével ember. Jön egy csőcselék és akar segíteni neki harcolni. És azt mondja Leonidász annak a csőcselék vezérnek, hogy te akarsz nekem segíteni? Azt mondja, a katonára rámutat, te ki vagy? Faszakos. Te ki vagy? Kovács! Te ki vagy? Asztalos! És erre Leonidász egy kicsi csendet tart, és azt mondja, spártaiak, ti kik vagytok? Hú! Mind a 300-at olyan dobbantottak, és azt mondta neki, amíg a te katonád meg nem fogalmazza, hogy ő ki ő, nézd meg, hogy ezzel a 300-zal én csodát tudok tenni. És csodát is tett volna, ha egy tetűpúpos el nem árulja, mert a tetűpúpos, csak így mondom, hogy elárulta, már csak miért, és itt tetszett meg a másik, hogy egyszer, tudod, remélem nem hívnak meg a ferencesek csíksomélyi búcsúra, mert tudjad, hogy a csíksomélyi búcsúra egyszer meghívnának prédikálni, el sem tudom képzelni a csíksomélyi búcsút, amikor az a tömeg azt mondja, hogy vagy egy tömeg mit nyom? Mert végül is egy csatának a következménye, és csata hang még nem hallatszott el. És mondanám utána, hogy amen. Nem, mert azt tudod, hogy még döbbenti az embert, amikor így jön megint a közössége. Ha te tudod, hogy keresztény vagy, akkor te a diszkóban is keresztény vagy, attól még nem azt mondja, hogy nem kell táncoljál. Mert ha tudod, hogy te ki vagy, akkor egy kicsit elmehet az eszedre. Hát nézd meg ez a voice hülyeségbe, az apáca te. Megnyeri Olaszországban ezt a hangtehetséget. És amit tetszett a legjobban, keresztel a nyakábas, a szoknyábas lányének olyan mozgásokat levágott, de még amit nagyon szép volt, ő tudta, hogy apáca, és pont egy Ferenc pápának a biztatására felmer menni, és akármilyen éneket elénekelni, de tudja, hogy ki. És ami megdöbbentett ez a lelki szabadság, vagy a második, vagy a harmadik, nem, a főnökője mindig elkísértem, hogy a három vén kicsi apáca, érted, ott a színpad mellett úgy táncolt a kicsi leánykával, de úgy nyomta, nem, mint hogy most én apáca vagyok, én most szentelt vizet iszok, én most csak angyalok. Hanem egyszerűen szabadon, mert ő elkíséri, érted? És ő is mellette, és úgy megtetszett a közösségnek, hogy egyszerűen az a kicsi csepnyi leányka, talán 1,60 akármennyi, az egész Olaszország szívét megfogta, de Istennek is, és adott az Úristen egy tehetséget, tehát teljesen szabadon.
És a filmnek még csak ott belékezik a témába, hogy a film, ami gyönyörű volt, hogy ez a púpos, pont ez itt árult el, mert lényeget nem értette meg. Azt mondja neki, hogy és nagyon szeretném a táborban még ezt megérezték, vagy megcsinálnád, vagy amikor hazamész, közösségbe csináld meg. Dombon gyakorolom ezt, hogy azt mondja, hogy engedd, hogy én is harcoljak. És azt mondta neki Leonidas, hogy nyújtsd ki a kezedet, kinyújtja a lancsába. És ugye egy púpos volt. Azt mondja, emeld fel a pajzsodot, és ott valamit ott kínozott. És azt mondta, ne haragudj, nem tudlak bevenni. És miért? Na most fizik, gyere elmenni. Elköszönöm azt mondja. Ennél szebb közösségi életet nem tudok, és így fertőzöm az embereket. Én nem kérem, én csak mondom, és azt mondja, hallgass ide, azért nem tudlak bevenni katonának, mert nekem a pajzsom akkora, hogy én azzal a pajzsal, a mennem maradjuk, a mellettem lévőt, a nyakától a térdéig én harc közben védem. Jobb kezemben harcolok, de én erre az oldalra nem kell vigyázzak, mert a másik vigyáz rám. Érted? És pont így tudtak, olyan csapatot képeztek, hogy lehetetlen volt, ha el nem árulják, lehetetlen volt azt a 300-at legyőzni, de köszönöm szépen, de ennél szépen se tudok elképzelni, mikor két keresztény van egymás mellett, és pont attól leszel erős, mert tudod, hogy a másik ott van melletted, és a legfontosabb, ugye, nyaktól a térdig, a legfontosabb, mondjuk úgy, hogy a szervét védi ahhoz, hogy ő nagyon édesen tudjon harcolni. És nem tudom elképzelni, amikor valaki például az egyház ellen, vagy a papja ellen, vagy akár az Isten ellen valami szót is mond, és itt jön a lényeg, mert figyelj meg, most jön a technika. Most arról szó, hogy egy kicsit ugyan, én elmondom máskülönben, hogy hogy élem meg. Lehet, hogy azt fogod tapasztalni, hogy ott nincsen nálatok. Semmi probléma, megtanultam az életben, legyen A-tervet, B-tervet, C-tervet. És felolvasok valamit, ezt majd az interneten, most bágyus elküldtem, elfelejtettem kinyomtatni, de nagyon szép ez, amit Kosztolányi Dezső és Harsányi Lajos. Kosztolányi, ő katolikus volt, de a hitét elhagyta. Harsányi Lajos is katolikus költő, és akkor egyszer ketten beszélgettek, és azt mondja, hogy a Kosztolányi elkezd beszélni az egyházról, az egyházi évről, és így meglátod, hogy a plébánián belül az emberek milyen szépen tudnak találkozni, és én 20 év alatt tulajdonképpen mit értem el, persze Isten kegyelméből az emberekkel, és figyel meg mit, és ezt innen felolvasom. Azt mondja Kosztolányi, a hite hagyott. Olyan páratlan tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek, tiszta költészet. Ti nem is sejtitek, milyen szép és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas, mennyire igaza van. Ti ünnepeitekkel részekre bontjátok az évet, szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, az építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. November 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőre, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és a mécs lángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra. És mikor eljön a december, hajnali misét tartotok, a hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és telitokkal énekeltetitek az embereket, hogy ó fényességes szép hajnal, kezdeti ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok a sötétben, hogy nem kell félni. Majd jön valaki, aki előzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedve, titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését, és a sötétség mélypontján december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amíg le nem tiltották a tűzijátékot, én minden éjféli mise után, hát 20 milliót mindig elköltöttem a pénzemből, de csak azért, hogy egy tűzjátékot nyomjak az embereknek. Tényleg, olyan jó magány tűzjátékokat nyomtam ide a kalappal. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt.
Hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. És igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvednie kell. Kálváriára járatjátok az embereket, és a szenvedés szépségét magyarázzátok nekik, és megjön a nagy hét, elnémítjátok a harangokat, felállítjátok a nagy halott sírját, és döbbenve áll a világ a nagy örömattalnál, de nagy szombaton felzúgatjátok Rómából a visszatért harangokat, aranyos karimbe öltöztök, és megindul az örömmámorában újongó körmene, és alleluja énekelitek feltámad Krisztusán napon. Igen, mondogatjátok, valóban itt van a feltámadás a tavasz. És most figyelsz még felé, mit ír az, hogy olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten sem volna sem az égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítana a világból a virágokat, a színeket, hamu szürkévé tenni a földet, vagy eltörölni a modern ember játékszerét a sportot, nem okozna akkora kár, mintha az egyházat törölnék el. És mivel többek között én merem mondani azt, hogy kockáztas olyan értelemben, hogy egyszer, de csak egyetlen egyszer az életben, éld végig, aki katolikus, adventől adventig, legalább, hogy én elmondom, éld végig az egyházi évet. Ne állj le! És csak úgy tudok bántorítani, hogy valamikor olyan megszállott bibliás elment valahova keletre, és hogy minél több bibliát tudjon vinni, olyan bibliát választott, hogy nagyon-nagyon finom sájú papírja volt, és így negyedenként tépte szét, és adta oda az embereknek. És akkor az egyik csavargónak odaadja, azt mondja neki, hogy te, hát ez olyan finom ez a papír, hogy olyan jó szivor tudok sederíteni belőle. Ez nagyon úriember volt, nem kezdte vakargatni a fejét, hogy jaj, te mit csinálsz a Bibliával, ne ez a lelki szabadság. Azt mondta neki, oké, de egy dolgot ígérjél el. Azt mondja, így adok neked egy teljes új szövetséget. De egy dolgot ígér meg. Még mielőtt elszivaraznád, egyszer elolvasod. Elszivarazd a Máté evangéliumát, el Márk evangéliumát, Lukácsnak csak felít, és a többit azóta is olvassa, ha meg nem halt el. Mert amíg elolvasta, el is szívta, be is ment a tüdejébe, de ebből a szemén keresztül ment a szívébe. És így érted meg az egyháznak az évét. Hát, tudod, ez egy gyönyörű dolog, mi például. Én elmondom azt, hogy mi hogy éljük meg, és a közösség hogy talált egymásra. És mondok olyan lehetőségeket, ne engedd meg, hogy téged sajnáljanak. Te ne legyél olyan cigány, most az én híveimet is leszoktattam elég sok mindenről, hogy nem én cigánykodjék, mert figyelj meg, hétfőtől szombatig cigánykodik el, meg vasárnap az Úristennél, akkor is cigánykodik, meg könyörög, na uram, egy kicsit, na uram, egy kicsit, na még vasárnap is egy kicsit, na még egy kicsit, na még egy kicsit. Hát jó, jó, kicsi-kicsi. De vasárnap igazság szerint, ami a hét legelső napja, Eucharisto, igazából azt jelenti, egy nap, hogy hálát az Isten. Soha nem kérek. Tudjad, még a Szentírásban is, ha minden igaz, a Korintusi levélben van benne. Egyszer azt mondja, még mielőtt kérnél az Istennél, hogy kérj bocsánatot, visszamegy majd az egyházi évre, utána adj hálát, egy kicsit, amit most megtapasztaltál, dicsőítsd az Istent, és utolsó, hogy kérj. De jól gondold meg, hogy mit kérsz. És most jönnek a lehetőségek. Adventben, ugye kezdődik adventen, hát nekem ez a, igazából ez a szilveszter advent. Komolyan. Előtte való éjszaka másikat is megmondom, hogy ha minden nem megy. Csak adventben tudod, mivel egyedül vagyok, nem köt össze senki, nem szól belé senki, a hívek most már elég régóta kaphatók a hülyeségeimre, van bár az nem hülyeség, de amire nagyon-nagyon élvezem, de gyönyörűen úgy élvezem, hogy ha már advent, és június 24-től december 24-ig hosszabbodnak az éjszakák. És ha jön nekem egy szektárs és azt mondja, hogy nem Jézus, nem december 24-én született, mondjad, hogy tudom. Egészségedre. De tudom, hát nem, az egyház azért teszi oda, mert a pogány nép ünnepelte a szolja a fény ünnepét. A fény ünnepét. És így jön majd János evangéliuma. De ha odafigyelsz a prédikációkra, akkor megérted, hogy például, ami nagyon tetszik, hogy én adventkor
tiszta félhomályban és sötétségben gyertya mellett misézek. De reggel 6 órakor. Tehát tudod, a kicsi templomban 200-250 ember ott van. Tehát azt jelenti, hogy advent, azért advent, hogy eljönnek akárhogy, és tudjad, hogy gyertyafényben, úgy félhomályban misézni, hát az valami észbont és gyönyörületes dolog. Próbálj ki egyszer beszélgessi valakivel gyertyafényben. Vagy próbálj ki azt is egy gyertyafényes vacsorát. Vagy próbálj ki azt is, hogy imádkozzál egy kicsit a gyertyafényben. Nézd meg, egészen másképpen van, és még egyszer mondom, csendbe. Csendbe telik meg a lelked, nem a zakotaságba. A zakotaságba kiürülj, semmi baj, üríts ki, de tudod, hogy hol a pont, ahol még egyszer megtűnhetek. Ami nagyon szép, és kitaláltam az, hogy adventkor, ilyenkor a papok szoktak tartani lelki gyakorlatot, és én nem hívok meg senkit, hanem mit csinálok? 3-4 éjszakát, hanem egy hónapot töltök azzal, hogy az internetről letöltök ilyen kicsi, gyönyörű, csodás, tanítós filmeket. De olyan sok van, és olyan gyönyörű, hogy le a kalappal. És utána meg pedig, amikor felgyújtjuk a villanyt, akkor persze, aki kell menjen munkába, elmegy, de például a 200-ből 160 mindig marad, és akkor két ilyen kicsi filmet levetítek, ami adhat egy lökést neki és egy bátorítást, és utána az egyik asszony előtte való nap összeírja a családokat, hogy milyen nap imádkozzanak érte. És 23-áig te úgy megtelik az embernek a lelke, hogy egyszerűen tud ünnepelni. Persze nekünk még ott van ez a Szent Miklós búcsú, és a búcsú előtt jön a Mikulás. És most kapaszkodj meg. Én nem kérek pénzt soha az emberektől, de az ember tudja, hogy mikor kell adni. És általában ilyen 350 csomagot szoktunk készíteni, de úgy, hogy a templom mellett van két olyan hát árvaház, szemiség, ahol ilyen projektek vannak, hogy az elhagyott gyermekek, vagy ilyen handicap gyermekeket foglalkoztatják. Úgy képzeld el, hogy az a közösség képes közel 100 millió pénzt adni, csak azért, hogy a 100 millió pénzből én betyár 350 csomagot készítsek. És megbízik bennem, és tudja, hogy elkészítjük, és tudja, hogy a legtöbb gyermek annyira szegény amúgy a városban, hogy otthon nem kap olyan Mikulás csomagot, mint amit a templomban kap. De akkor az tényleg az egy ünnep. És egy dolgot még itt jegyeznék, szépen kérlek. Mert ez nagyon fontos. Amzel Grün atya megtanított egy dologra. Vadászad a könyveket. Küszöb! Küszöb! Ezt jól jegyez meg, és már ettől is szépülhet az életed. Tanuld meg a küszöböket. Azt mondják, a szezont a fazonnal nem keverik össze. A küszöb az mindig valamit egyik oldalon lezár, a másik oldalon valamit megnyit. Nézd meg, itt bejöttünk ide, oltári szentség, egy szép együttlét, kimegyünk, egy másik fajta együttlét. Advent, amikor itt Krisztus királykor befejeződik az egyházi év, jön a küszöb. Akkor az adventet is, és mindjárt meglátod, hogy úgy kiakasztottam az embereket, hogy ha a küszöböt átléped, ugye átmensz az adventben, akkor vedd fel ezt a várakozási lelkületet. Mert mit csinál a világ, ez a tényleg idétlen, már vásárhelyén is, már október végén már megy bőr az angyal a szoblembe. Már a szaloncacukorka, na ne félj, szaloncacukorka. Minden legyen az ellen, az sem ér sokat. Na de már az is már megjelenik az összes karácsonyi dísz, Mikuláskor is megy bőr az angyal. És nézd meg, te aztán tudod, ilyen mocskosan és cinikusan így a prédikációban is szok, mindig el szoktam mondani, karácsonykor megérkezik a világ bohóca, egy nagy kövér, piros köppenyes, szakállas, idétlen ember, ho-ho-ho-ho, megérkezik az idétlenség. Hát mi köze annak az idétlen embernek karácsonykor? Hát mi köze? De tényleg mi köze? És még az ember el is fogadja, hogy karácsonykor nekem hallgat egy ilyen bohóc ember. Hallott tulajdonképpen, de tényleg. Megtanítottam az embereket, és ez nagyon szép volt, hogy hát Szent Miklós azért van, hogy én ott, amikor kell. De karácsonykor nekem például, nekem az tulajdonképpen azt jelenti, egy nagy hitvallás az életnek a megjelenése. És tényleg, tudjátok, vannak ilyen mániáns, ilyen dilihopjaim. 20 év alatt ugyanolyan karácsonyfát nem készítettem. És úgy bánom, hogy egy almót nem állítottam össze. Mindig kitaláltam valami mást. De mindig. Ha kell mandala, ha kell lametta, ha kell szalma.
ha kell csak dió, ha kell csak körte, ha kell csak égő, ha kell csak egyszerűen olyan jó pofat, gyönyörű szép parancsolyfát kaptak tiszta csorinától, de a maga nemiben olyan szép volt, hogy gyönyörködtől. És 20 év alatt ugyanolyan Betlehem sem volt. Nem szeretem az unalmas dolgokat. Azt mondtam, az Úristen azért adott kreatív agyat az embernek, hogy unalmas dolgot ne csináljon. És úgy tudjad, hogy ezzel úgy megfertőztem az embereket, hogy 10%-a Betlehemet készít otthon a házában. És ez egy annyira gyönyörű dolog, nézd meg, hogy egyedül is megéli, és akkor itt lett volna az, hogy plébániailag is az ember megéli, plébániailag is, mert van egy plébániailag is, megéli az ember a közösségben, amikor tudod, de nekem annyira mély ez az advent, hogy ennél szebbet se tudok elképzelni. Reggel hajnalban imádkozok, utána Mikuláskor olyan édesek a hívek, most eljutottunk odáig, hogy tudják, hogy én is olyan idétlen vagyok, hogy nem szeretem, hogyha ajándékoznak, akkor mit csinálnak? Hát a pap nem szereti nyilvánosan, kénytelen elfogadni titokba. Akkor mindjárt kapon keresztül dobják be a csomagot, érted? És olyan jó esik, olyan jó esik, hogy lejött a lappa. Persze akkor agyon dicsérő, és következő Mikuláskor már kettőt kapok. Érdekes, figyelj csak a módszert, hogy nem magamról beszélek, én azt hiszem, hogy így születtem, hogy ez jön így magamtól, mert ami nagyon szép, és például karácsonykor leszoktattam, megint ugye a küszöb, az ünnepet, ha bár ez pirossal, de maradjunk az ugye karácsony, ugye. Legyen az ünnep, érted? Nem nagyon szeretem, például nekem mindig fáj az, amikor gyanús, amikor karácsonykor mindenki nagy csomaggal készül. De miért csak akkor? Akkor erre jön az egyik ének, hogy ez a szeretet ünnepe. Hát a mai még nem lehet. De mai mi még csak karácsony, a három napig még az énekben is az van, hogy három napig jók vagyunk és emberségesek, és a többit kimondani. Akkor ugye mindenki, de aztán mindenki, és utána már mindenki le van pittyantva, ezt úgyhogy nem tudom elviselni. Gyergyóban még az a szokás, hogy ugye mindjárt karácsony után is megint közösségépítő. Például karácsony éjjelén mi a fiatalokkal megyünk kántálni, te. Hegedű, harmonika, gitár. Tudjad, hogy olyanokat csattintunk, persze időközönként, hogy néznek, mint a hülye gyermekeken, és néha, amikor ha nagyon sokat ittunk, mert olyankor illik egy kicsit inni, akkor valakinek eszébe jutott, hogy már nem bírjuk a hangszereket, hívjunk egy taxit, a taxi vigye a hangszereket. Megcsináltuk te! Szegény taxis, nem tudta, hogy hova tegye. Azt mondtuk, fiú, te csak hozzad a te dolgot, megfizessük. Összefoglaltuk, és kifizettük, de úgy élveztük, hogy le a kalapba. Székelyföldön, ami nagyon szép, hogy ugye ott van Szent István mindjárt karácsony után, megéneklik az Istvánokat. Mert egykor Szent István Istennek kedveltje. Ez egy nagyon szép régi dolog. Másik nap, ezt az időt talán nagyon szeretem, János, megénekeljük a János. Dicső Szent Jánosnak ünnepét szentéljük, s alig vártuk, hogy ez lejárjon. Mamma mia, mert jött a férfiak legnagyobb kielégülési napja. Apró szentek. Ezt látom, hogy értitek. És Vásárhelyen bizony megcsináltam, hogy készítettem egy nagy apró szenteket, és hogy a templomból jöttek ki az asszonyok, mindegyik kapott egyet. Léte nem értették azt, hogy mi van itt már, bunyós pityú lettem, mert mi az régen ugye Gyergyei Székelyföldön egy gyönyörű szép szokás is visszamegy majd Betlehembe az apró szenteknek ugye a tiszteletére vagy az emlékére, de ki tudja, hogyha csak például itt az apró szenteknek csak a bokáját látnád, ki tudja, hogy melyik fiú legyen. Jó, hát rendszeres atya, tudom, hogy tudja. Drága, kicsit, csak a bokáját képzeld, most azt mondanám, uram, az apró szentek bokáját egy kicsit mutasd meg. És felnézni, és honnan tudnád, hogy melyik fiú legyen? Egyáltalán már elkedett, angyalok lejárnak, hát tudom. Csak fiúkat öltek meg, drága. Csak fiúkat, és olyankor a férfiak készítettek fejjel, fűszó fejéből egy kicsi kormányzsot, és az azt, hogy megharagszik, ha nem vennek. De nem, hogy a kórházba kell jönni, hanem ügyesen, és akkor mond egy ilyen szép verset, ami megint az ismerősök, és megint egy közösségalapító, és ami nagyon megfogott a például a Vásárhelyi ifjúság. Sajnos azt hiszem, hogy többet olyan csoportom nem lesz,
Bennetek látom például azt, bennetek. Azt látom, ami bennük volt. Most azért nincsen, mert mindegyiknek férje, felesége. Tudjátok, hogy volt egy 60-as csoportom, és a 60-ból 40-en egymás közül esküdtek. És amit pluszban még megcsináltam, azt se bánom, ha tovább mondják, zömivel én esküdtem, és amúgy ezzel a csapattal táncoltam én nagyon sokat. De úgy, hogy váltok, nem csak a szűzi táncot, mondjuk nem is a rossz táncot, de miért jó ízén, hogy amikor elmentem a lakodalomba, az se zavart, akkor felvettem egy ilyen jó vég, vagy három bőrmellényem van, de eddig még egy ilyen vagányabb, az egy kicsit a rojtos. Akkor elmentem, hogy gyakos, egy ilyen buttyosimbe, és az is ki volt engedve, de akkor a mennyasszonnyal értem az elésztől három, egy keringőt, egy csárdást, és ahol aztán lehet rázni a szoklyát. Na most egy olyan kérdem, és akkor láttad volna még a, egyszerűen megint a vén kotlókot. A papa? Mondom a mamának, igen, igen, a papa, igen, igen. Hallottam ott az asszonynál, mondom, igen, 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 nem mondom, azt hiszi, a Mennyországban csak mindig ülni fogunk, és kérdezik. És a filmesek is nem érdekesek voltam, de csak a mennyasszony. Nem mások. De csak vele, és ez volt megint egy olyan tényleg egy tisztelet, hogy hihetetlen négy dolog volt, és azóta is gyönyörű a kapcsolat, ami nagyon szép volt, és itt jön a fiataloknál. Nekünk van arról egy ilyen templomunk, egy ilyen altemplom. Na most az azt jelentett, és megint figyelni, miket lehet csinálni, hogy alul buliztak a fiatalok, és egyet itt most máskülönben, mert végül a bulizáshoz elmennénk, adventet, nagyon szépen kérlek. Ha, kockáztat. Minden reggel 6-kor elmensz a Rórádéra. Én kegyfej, fizesd meg az árát. Szépen kérlek, ne szokd meg, hogy ingyen kapjál valamit, fizesd meg az árát. 14 éves koromtól mindenre rá dolgoztam, értitek-e? A hivatásomra, az egyéniségemre, gyermekkoromban egyebet sem hallottam, hogy rossz vagyok, egyebet sem hallottam, hogy légy jó! De senki sem mondta meg, hogy. És senkitől sem hallottam, mert mindig azt mondták, hogy légy jó, légy ügyes. És aztán egyszer eszembe jutott, és mondom, de miért nem mondja azt, hogy legyünk jók? Erre kaptam egy pofot. Hát akkor most nem legyek jó. Nem, akkor ugye már egyből azt mondták el, hogy milyen szemtelen vagyok. De ezt megtanultam, az Isten Vándora című könyvet is elolvasatot, Regőci atyától tanultam meg, és azóta tudjad, hogy harmadikos gyermekek is legalább 30-an ott vannak a rórátén, ha minden rórátén felkelsz, és elmész a templomba, ott, ahol van. Ez az egyik lehetőség. Karácsonykor letérdepelsz a jászol elé, nem tudsz olyan kérni a kicsi Jézus, tudod, meg ne kapd. Nem tudsz. És Regőci atyának ezt az édesanyja tanította, még az édesanyja azt mondta neki, hogy, és akkor meg óvodás volt, hogy fiam, ha elmész a Rórádéra, bármit kérsz Jézuskától, megkapod. Hát el is mente. És jött karácsony. Hét. Látja az édesanyja, hogy Szent István napja eltelt, Szent János napja eltelt, apró szentek napja, és az ő kicsi István fia olyan szomorú, hogy csak. És azt mondja a fiának, úgy szeretném az ilyen anyukákat, azt mondja, gyere csak ide. Azt mondja, hogy mit kértél te karácsonykor? Azt mondja, hát tudod anyuka, papbácsinak, hogy a régebb, ilyen a reverendán is volt egy kicsi zseb, nem volt még karóros, azt mondja, a papácsinak ott a pocakján megláttam egy aranyórát láncostós, úgy megtetszett nekem, hogy oda térdepeltem Jézuska, és mondtam neki, minden reggel 6 órakor itt voltam a órát, én most kérek egy aranyórát láncostól. És nem jött meg. Na itt jön, itt édes az anyuka. Megölelte a fiam. Megfoszítanám, azt mondta, milyen hülye vagy, hogy ilyeneket kérsz. De megölelte, és azt mondta neki, István fiam, az életben, amikor kell, és amikor a legjobb szükséged lesz rá, tudjad, hogy megkapod. És képzeld el, nem tudta Magyarországon elvégezni a teológiát, kibiciklezett Belgiumba. Belgiumba befogadta egy család, ott kellett legyen karácsonykor, és karácsonykor, hát mit ad a Jóisten? Kap egy hosszú kós dobozt, a családtól, és mikor a doboz tetejét kinyitja, aranyóra láncos dob. De várjál, hazajött, 43-ban bombázzák Pestet, ez csak egy olyan pap tudja megcsinálni, aki a legelső tegnap előtt, amit mondjuk, ha bízol Istenbe, a leglehetetlenebbeket is megteszi, mindjárt majd fogod még hallani, nem leszek rövid, egy kicsit reagózunk, jó? Még ide kell menjek. És képzeld, amikor Pestet bombázzák,
megindult a lelkem, hogy annyi árva fiú van, aztán el is nevezték őket a fiúkat, sas fiúkáknak, hogy annyi árva fiú van, hogy amíg Pestet bombázzák, a pap építi az árva házat, értete? Bomba, bomba, ő a téglát rakja. A többiek menekülnek, mert jönnek a német, ő építi a házat. És este, amikor az árvákkal összebújnak, egy asszony bédob egy csomagot, és azt mondja, atyám, itt van ez a csomag, több mint valószínű, hogy önnek nagyobb szüksége lesz ezekre a dolgokra, mint nekem. És ez pont karácsony estéje volt. És amikor kinyitja a csomagot, hát egy aranyóra láncos dollár. Kétszer kapja, ezt tényleg fizess meg az árát. Tehát ne várd el az, hogy tényleg ezt szokjál rá, hogy az Úristen ebből megadja neked mindent. Ne szöktesd. Hagyd ki! És például, ami nagyon szép, hogy szilveszterkor el akartam mondani, a fiatalokkal együtt szilvesztereztünk, de 12-kor bementünk a templomba, és mindenkinek ajánlom. És mondtam is a híveknek, mert életemben, amióta az eszemet tudom, szilvesztert, én mindig a templomba kezdtem. Egyetlen egyszer nem. Úton voltam, és akkor is a legelső vendégem rendőr volt, és aztán, amikor megtudta, hogy pap vagyok, el akart hívni hozzá, de hát valahol Botosanba. Aztán mondtam neki, nyugi drága, nem megyek el. De meg, az híveket megszoktattam, és zöme meg is csinál, és még a fiatalok is, és ezt jegyez meg, mennyire nyugodtan szilveszterezni. De ha meg akarod tudni, hogy a következő évre mit üzen neked személy szerint az Isten, még mielőtt pesgőznétek, vagy akár mit csinálsz, menj előtte, mondjál egy dicsőséget, vagy egy biatyánkot, nyisd ki a Bibliát, csukd össze, józanodj ki, és utána olvasd el. Egy évre megmondja neked, hogy milyen lesz az esztendőd. Ha nem érted, azért van papácsi, vagy akárki, írhatsz a Facebookon nekem is, ha kell, megfejtem azt neked, hogy mit ír. De nekem, amióta ezt 30 éve készítem, nekem az esztendőre mindig megmondja, mire készüljek fel. Én tudtam azt is, csík volt az első szerelmem, ugye, és akkor kinyitottam a Szentírást, és tudtam, hogy elhelyeznek, és nem ért annyira meglepetésszerűen. És akkor figyelj meg, milyen szép, amit mondjuk az egyházunk nem díjaz, de hát nem is kell díjazni, akkor jön tulajdonképpen ez a bolondkodás. Én egyszer a házszentelés, amit én nagyon élvezek, ugyanakkor meg pedig ez a farsangolás, és egyszer megcsináltam azt a tévedést, hát amúgy is mi, amikor a fiatalokkal, hogy farsangolunk, az egy törvény, de maguk ők megszervezik. Most is van egy kicsi csapatom. Akartam, hogy még egy kicsit veletek maradjak, mert tényleg nagyon megszerettelek. De elváltunk azzal, hogy ma délután 4:30 az udvaromon találkozunk, tehát még hazamegyek vásárhelyre valamikor, és tegnap az egyik felhív is azt mondja, hogy papácsi, nagy baj, ha nem tudok menni, és baj, mondom, remény sokár, mondom, hív fel a többi, és mondjuk le. Mondok, ha még egy kicsit veletek maradok, hát miért nem, biztos, hogy olyan jó izgalmas lett volna. Igen, a másik sírva felhív, ez ugye ez egyből már elhintette, de közben már mindent megvettek, képzeld el? Mi ők magukra készítették ezt el? Én csak megyek és élvezem, legfeljebb vezényelek. De ez akkora jó lesz, nagyon jó lesz neki, és akkor felhív, sírva, és azt mondja, nem azt mondta, hogy miért nem, csak annyit mondott, ezt komolyan gondoltam. És mit mondjak, hogy tényleg komolyan? Nem akartam mondani komolyan, haza kell menjek, de nagyon érdekes, hogy ő mit tud megszervezni, akkor megszervezte például azt, hogy legyen farsang, de legyen mindenki felöltözve. Hát egyszer feltettem a Facebookra, de olyan bomba nő voltam, de amikor felöltöztem, igaz? Ezelőtt egy ilyen, mondjuk 20 évvel azért kicsit másképpen néztem ki, 30 év, 20 évvel a 20 év vagyok. Jöttek, képzeld el, három nő, harisnyát hozott, cipőt hozott, piros szoknya, melltartó, persze az valamivel meg volt turbózva. Utána ő pedig piros kalap és minden. Csak az egyetlen egy bajom volt, hogy belementem egy butaságba, hogy ez szombat este legyen. És vasárnap, ugye 8 órakor valakit elvisézzem. Na mindegy, én ezt ugye elfelejtettem, mert jó kedvünk volt, de aztán betyárok is minkeltek, de mikor megyünk, ugye, hát, hogy most kezdjük meg a bulit, mondja a titkárnőm Jutka, hogy azt mondja, hogy te, amikor hazajöttél, nehogy elfelejtsd, hogy azzal a kerültsel békend a szemeidet, mert olyan smink volt, hogy mikor kiléptem az utcára, jött egy részeg férfi, azt mondja, olyan jól néz ki, még egy kicsit nézhetem.
hogy azt jelenti, hogy kezén tapogatni a viccet. Percig a fiatalok se ismertek meg, mondjuk ezzel nem is lett volna gond, de olyan jól éreztem magam, hogy hát őszinte, fél ötkor mentem haza. De tudod, a cipő, mint a filmet innen látod, a cipő az ajtónál, a harisnál, itt, ha valaki, akkor belépett volna a házba. Harisnya melltartó! Mindegy, ezzel se lett volna baj, mert én reggel ott hagytam, hogy mondottam, hogy eltakarok, amíg a kedvem lesz. De reggel fél nyolckor ébredek fel. Idejében. Most összeszedem magam, ott amúgy tudtam, hogy mit kell csinálni, miről kell beszélni. A legviccesebb az volt, hogy az előtt már mondtam az embereknek, hogy amikor áldoztatos mondom Krisztus teste, akkor én nem vagyok vőlegény, hogy állandóan a szememet nézze, akkor koncentráljon a Jézusra. És mondom, Krisztus testesítsenek, amen. És mikor így egy hívő közösség, a szemem mered, és mind nézi a szememet, mondom, ennyire szép vagyok, tudom, de egyre lehet a szemem. A szemem, de ennyi tivitel, valamit nem hagytál a képeden. De sohasem mondták azt, hogy azért babácsi magának is azért néha megfeketedik, aminek nem. De ez nagyon jó volt, és azóta is nagyon szépen működik. És tudod, ami nagyon gyönyörű, hogy a nagybőjtnek is megvan. Na most ezt, megint ezt jól jegyezd meg. Hát ezt írjuk oda a feketébe. Figyeld meg, megint a küszöbben. A farsannál tessék, akkor bolondkodni egy kicsit. Na sose örvendett az egyházunk ennek, de akkor tessék bolondkodni. Megint egy küszöb. És azt mondja, hogy jön a nagybőjt. A táncban is, persze sokan azt mondják, hogy táncban öltöd van, az ezzel fazaka van. Megkérdezték egyszer a gyermekek tőlem, hogy a csók bűnem. Mondtam, egy esetben bűn, ha nem mostál fogad. Vagy, hogy a netrál szivarazás után akar csókolózni, az úgy képzelem el, mikor a leány a hamutálat kinyalja. A többit azt majd igazából te azért, hogy eldöntöd, de ugye olyankor az ember tényleg táncol egy kicsit teljesen azért, hogy engedi magát, de a nagybőjtnél ugye az a halmazó szerda, na de azt a 40 napot bírt ki, mert például azt az imád a bőjtöt, az este azt nagyon szépen mondta, a bőjtöt az azért bírt ki csak azt a 40 napot, hogy egy kicsit, na akkor foglalkozz a bűneiddel. Akkor foglalkozz a szenvedéssel. Akkor foglalkozz, és most felolvasok egy nagyon szépet, mert itt még egy titkot elárulok. Tehát itt adventkor van egy lehetőséged, de tanuld meg, mikor kérni. Légy szíves, legalább ez jutosan eszedbe, ne cigánkodj nekem, aki a nő. Azt tudjad, hogy a tegnap előtti misét is, a tegnapit is, és ma reggel kellett misézni, ugye nagy boldog azt, hogy a hímekért nekünk kötelező, de hál' Istennek, akkor a két templomban miséztem, de mai napig is, a hívek mellett, a mait is, de az értetek ajánlottam fel. Ami azt jelenti, hogy már van három jó adag kegyelem a fejetek felől, és azt a három adag jó kegyelmet az Úristen csak várt ki, a megfelelő pillanatban odaadja neked. Mert például nagybőjtnél itt, amikor halmazó szerdával kezdődik, a csodámba belé, hagyd el például, úgy kockáztas egyszer a diszkót. Otthon hallgat zenét. Hallgatok, nagy bőjtben egy nap, én nem is tudom milyen nap, de úgy megengedem, tudod, egy ilyen utcámban lakok, szemben velem ilyen két ortodox papné, azokat is olyan szokszor, én tudom hergelni, hogy erősen. Hát azért, mert néha kifekszik az udvarra napozni, tudod? Aztán mi látszik, az ura nem elég, s lesz, a katolikus papos. Én ő szokott leskelődni, hogy jól lesik, az lesz, meg azt mondja, hogy van látni valamit. De valamit próbáld ki, hogy lelkileg és lelkileg erősen mit tudsz, de ne kínlódva szépen kérde. Megint ezt tanulj meg, ez egy szabadon.
Az ilyen szent időkben figyelmek, és itt karácsonytól, bocsánat, még ide visszatérek, mert ugyanezt megcsináltatta a húsvétkor. Karácsony és húsvét előtt a híveimet leszoktattam a takarításról. Néhányok, hagyd végig, mondd meg, hogy a pap neked elég tételbe adta. Nem takarítasz ünnepen. Miért? Hát figyelj meg, hogy karácsonykor általában milyen érdekes, hogy az anya, ugye? Mit tudom, kidíszíti a karácsonyfát, na a konyhában, na még ez, na még egy nagy takarítás, na még egy szőnyegrázás, na még egy porszívózás, na még egy portörlés, na még futás az éjféli misére, amikor kiteszi az ételt az asztalra, az anya azt mondja, na jövő van. Húsvétkor, na ezt, na még egy kicsit tojást, na még ezt, na még ezt, és most, na még ezt, na még ezt. De a két heti munkáját a locsolók jönnek, és milyen szépen összetartás. Hát takaríts ünnep után, mit kínozod ünnep előtt? Ünnep előtt úgyis mindig takarít az ember, de akkor mit tudom, megkerültek volna az emberek, de azt hiszi, az a fontos, közben pont önlövél az ünnepet, és akkor jókot horkol a templomba, akkor én állandóan kell mondjam a viccet, hogy ébren tartsam, ugye? És utána, hogy valami még egy kicsit töltekezik. Most nem mondhattam meg, de eleinte szoktam mondani, hogy légy szíves, hagyja, és legalább a 200-300-an nem takarítanak már. De addig fogom mondani, míg az egészet. Az ünnepre figyelj, hogy karácsonykor mi a lényeg. És ugyanakkor még pedig nagybőjben is, nagybőjben kell foglalkozni a keresztúttal, és nagy bőjben kell, tényleg ne menjél úgy neki húsvétnak, hogy ne gyújnál meg. És kicsi, ne felejtsen még egy dolgot. Hány éve? 35 éve gyakorlom. 35 éve. Kitaláltam egy szertartást, amúgy megfertőztem a híveket nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, a lamentáció. Ez Jeremiás síralmai, hát az valami gyönyörű dolog, így ahogy reggel énekelítik a zsoltárokat, és mindig valamilyen számítva feladjuk. Nagy péntek délután 3 óra, ez külön szertartás nekünk. Hát olyan körülbelül 600 ember van a templomban akkor. De ezt megtanultam, és egy érdekes, egy idős nénitől, egy évben egyszer. Nagy péntek délután 3 óra, akkor, amikor Jézus kilereli a lelkét, ezt ne felejtsd. Nem baj, ha még nem hiszel. Ha be tudsz menni a templomba, és ha nem, kérd meg azért a papot, hogy nyisson ki. De ha be tudtál menni a templomba, és előtte még sikerült megtyúlni kicsit, olyan nem tudsz kérni az Istentől, hogy meg ne adja. Olyan nem tudsz kérni Istentől, hogy meg ne adja. Ha nagyon kívánod, hogy bebizonyítsam, kivárom a nagy pénteket, és az itteni fiúknak felhívő papot csinálok. Úgyhogy nehogy kételkedjél. Én az egyik fiú azt kérdezte, és az apácák hol maradnak. Mondjuk valahol ezt a kérdés. És nagy szombat, és nagy pénteken most felolvasom Anselm Grünnek, apránként mindjárt végére érek, jó? De felolvasom, hogy hogy kell átélni egy ünnepet. És utána még egy-két dolgot mondom, csak hogy érzékeny búcsút veszünk. Figyeld meg, hogy amiről beszélgettünk első nap, és összekötjük az első napot, hogy Péter és János elment a sírhoz és benézett. Egy időszak kell legyen neked, amikor Jézus sírjába tessék bemenni. És nézd meg, mit mond ez az Anselm Grün, máskülönben nagyon szépen összeállítottak egy olyan könyvet, hogy a gyógyító egyházi év. Hát hogy a csodába itt ne gyógyulna te, mikor benned valami megvilágosodik, és valami benned elkezd élni. Itt az élet kezdete, itt egy húsvétkor például az életnek a felkínálása, pünköskor pedig az életnek a megízesítése. És egyszerűen gyógyul a lelked, és azt mondja, itt Anselm Grün atya, hogy a feltámadásban hinni annyit tesz, mint hinni abban, hogy gyöngeségünkben, és gyöngeségünkből támadunk fel, és nem félni attól, hogy a gyengék még a feltámadáskor is a bőrükhöz tapad, és mások szemébe ötlik. Ami azt jelenti, és mondja tovább, mindjárt érthetőbb lesz. Nagy szombaton azt mondja, be kell menni a sírba, és meg kell kérdezni, milyen követ cipelsz teljesen fölöslegesen, amit a sírba kellene hagyni. Még itt van egy kicsi idő, de ezeken a vagy akármikor hazamersz, mit cipelsz, ami nem biztos, hogy jó, hogyha cipeled.
Azt mondja, mennyi halott dolgot hordozunk magunkkal, testünkben, érzékeinkben. Azt mondja, mekkora keménység fekszi meg kőként a gyomrunkat, és mindezt ott kellene hagyni. És tudod, annyira szeretem főleg az ilyen ünnepeket, mert olyankor, hogy az ember, tehát olyankor kell bevinni a szenvedést, a fájdalmat, a csalódást, de ott akkora kegyelem van, értitek, hogy az Úristen ide, mint ami nem az, azt egyszerűen veszi ki a lelkedből, és érzed, hogy hű egy kő lement, hű a másik is lement, és amikor már az nem nyomja a lelkedet, egészen másképpen látod a világot. Tulajdonképpen szépül meg olyankor teljesen mindenki. És olyan gyönyörű, ez tetszik, amikor ezt mélyen meg tudod élni ezt a nagy szombatot, és még mindig azt mondom, hogy tiszta lélekkel. Vagy akár elmenni arra a körmenetre, és megszoktattuk ugye vásárolni is ugye a hívekét, hogy tényleg elmegyünk, és megint ez a közösség, hogy egymásra talál. Ugye Vásárhelyen van hat plébánia, egészen más, mint ott, ahol falu van. De hogyha valahol nincsen pap, attól még házilag is meg lehet csinálni. Ha én nem vagyok otthon, például én nem hívok papot misézni, most igen, most egy Ferences atya helyettesít, de még szerdán, csütörtökön szoktak ilyen szabadnapjaim lenni, de hogyha elmegyek otthonról, én nem hívok papot, a hívő közösség úgy végzi, és akkor is 40-en elmennek a templomba, és ők suppantják az imádságot. És még egyet jegyezzél meg, ahhoz, hogy ennyi minden még jól működik, ők napjában többször is imádkoznak, hogy én jól végezzem, ti meg jól fogadjátok. Hát jól végzik a munkájukat, te. És egyszerűen még írják az SMS-eket, persze inkognitóban nem mondom meg, hogy ki vagyok, de azért a Jóisten kegyelme legyen önnel és a fiataljaival. Jó érzem, mondja, nem azt mondja, fiatalok a fiataljaival, mert tudja a gondolkozásomot, hogy amikor oda megyek, ahova megyek, azt a sajátomnak tekintem. És nem mint fiatal nénem, hanem mint egyszerűen testvéremre, és egy olyan közösségről azt mondja, hogy egymás jelenlétében otthon vagyok te. Na ezt érti meg például ott a plébániai közösség. És ami még nagyon szép, amit meg szoktunk csinálni itt, persze itt is a leányok fizetik a legtöbbet, mert itt ugye jön a húsvét hétfő, de ugye már küszöb, itt már küszöb. Ugyanakkor még a húsvét hétfő, és akkor még valamit elmondok, húsvét hétfő, na hát ilyenkor ugye én is locsolok, de egy misével. Tehát egy misét a nőkét ajánlok fel, és utána a fiúk mennek locsolni. A fiúk, amit összelocsoltak, tojást azt összegyűjtik. A leányok ketten jönnek hozzám. Persze a tojást is a leányok ették, csak a fiúk meglocsolták, nem? De hoznák a krumplit, a prézlit, a fiúk hozzák a tojást, nálam összerakjuk, jól megkanyézzük tejföllel, utána pedig jól szépen finoman elkészítjük, átmegyünk a templom aljába, megesszük, és jó dobbantunk, hát bőjt után már inni kell dobbantani, nem? És olyat hanyítunk, hogy a tojás egyből fel van dolgozva, meg se illő a gyomrunkat, érted? De megint ugye a közösség megint egy hihetetlen jó erő. Utána meg pedig elkezdünk, na megint a küszöb kicsit, a küszöb. Itt nálunk nagybőjt után keresztutat nem végeznek a nagybőjti keresztutat, hanem Barsú Balázsnak az interneten megkaphatod, és egy gyönyörű emlékezés, az öröm útja úgy idegesít, hogy a templomokban ahelyett, hogy állandóan a szenvedésben beszélnek még húsvét után is. A bűnnel a gyóntató székbe tessék foglalkozni is nagybőjtben. A gyóntató székbe van a helye a bűnnek. De mikor kijöttél? Hidd, hogy az Isten megbocsájtott, és tiszta lappal tudsz indulni. És az Isten nem fogja neked soha az életben felhánytorgatni, mert amit egyszer ott hagytál a gyóntatószékbe, azt ott hagytál, persze annak van egy gyógyító szava ott, és egy óriási kulcsa, hogy amit meggyóntál, az bánod-e? Mert az itt vagy megőszintén, vannak édes bűnök, nem? Ez így volt, hogy tetszik nekem, hogy néha mindent ki tudunk találni, mi is, hogy egy ilyen kalóz, mikor haldoklott, akkor elküldtek egy papot hozzá, akart is egy pappal beszélni, és akkor elmondta, hogy jaj, atyám, hát nekem milyen izgalmas életem volt. Hát én mit raboltam, és mit néztem, jaj. És azt mondja erre a pap, persze, kell mondja, most bánja a bűneit. Azt mondja, hogy az én soha, olyan jó volt. És akkor, hogy valahogy tudja feloldozni, nem a paptól függ a feloldozás, kicsi, többet is. És azt mondta, akkor legalább az bánja, hogy nem tudja bánni. És
legalább néha, amikor tényleg bevesz, az bán, hogy nem tudod valami. Tehát az ember elkülsön odáig, hogy saját magának sem hazudjon igazság szerint. És visszatérve arra, hogy húsvét még néha még az se tetszik a templomban, és nehogy kiakadjál, egyetlen egy templomot tudok edni, hogy a középkorig korpusz nem volt. Ezt nagyon szeretem így a keresztet, ezek a Szent Ferenc keresztet. De önmagában véve úgy, hogy még részből vagy akármiből korpusz legyen, nem szeretem. Középkorig nem volt korpusz a kereszten, csak középkorban én azt sem tudom, az egyház miért feszítette fel megint Jézust. Ha eljössz vásárhelyre és megnézed a Tudori templomot, és ott valamikor volt szolgált egy nagyszerű papácsi pap Laci, ő találta ki a régi, ősrégi ilyen húsvéti korpuszt, mert húsvétkor nincs amit van, húsvét után nincs amit Jézus ott keresse. Igazából, hogy itt a kereszt, és a kereszten ott kell legyen a feltámadt Jézus, nem a keresztre feszített Jézus. Az élet sokkal jobban úgy kér, igaz, hogy a kereszttel az örök élet árát megfizette, de már az élő Jézus megy oda elé. Érted? És még az utolsó, megint ugye húsvét tart egészen pünkösdig 50 napig, és megint jön egy küszöb. Itt ajánlok neked, és szépen kérlek, az interneten kapsz két fajtát is. Ha dönteni akarsz, nekem Szentlélek 9-et nélkül ne dönts. Odaírod, hogy Szentlélek 9-et, két fajta is kijön. Ez 9 nap. Szentlélek 9-et. Mert ugye azért elég sokszor, amit mindig is hallottatok, és tegnap estén olyan édes prédikációban is hallottatok, hogy ez a döntésben is nagyon segít. És légy bátor. És tulajdonképpen még megtörténhetik, hogy itt a Szentlélek 9-nél, aki bérmálkozott közületek, pünköskor még egyszer, és ez nem csak erről beszélni, még valamit tudjak mondani, és mindjárt befejezem, hogy az a bérmálás által kapott 9 ajándékot, bölcsesség, értelem, tudomány, jámborság, istenfélelem, lelkierősség és jó tanács lelke, szítsd fel magadba, de szítsd fel. Azt mondják erre, hogy például a lelkierősség nélkül el sem tudom képzelni azt, hogy leírd az életedet. Tudod, amióta pap vagyok, most figyelsz, egynapos gyermektől, tegnap született mellettem, egynapos gyermektől, 12 éves mennyasszony vőlegény egymás mellett koporsóba. Apa, anya koporsóba, apa, anya, gyermek a koporsóba, egészen 103 évesig mindenkit temettem. És vicces, hogy néha, amikor fiatalok egy csíkba hallnak meg, akkor még engem hívnak, hogy temessem el. Én el is temetem, nem mondom, hogy szívesen, csak ahhoz nekem is lelki erő kell, a családnak is lelki erő kell, és tudod, vannak pillanatok az emberi életben, ami Isten mély lelki erő nélkül nem tudsz keresztül vinni. Ezért jók az ilyen kilencedek, és a Szentlélek 9-edek, mert ő valami útat megmutat. És amíg bátor vagy és elolvasod Szent Pálnak a leveleiből, főleg a Galata leveleiből, hogy milyen ajándékai, gyümölcsei vannak a Szentléleknek, kaphat egy, mit tudom, egy nyelvek adományát, a másik jól tud beszélni, a másik jól tud rajzolni, tegnapi enneagram, hogy mindenki kap, de azt kapod meg az Istentől, tudjad, ami neked kell. És figyelsz, miért közösség az egyház? Én nem kapok meg mindent. Tardif atya, ez az Egyesült Államokban él, és ez egy hatalmas karizmatikus. És amikor egy stadion teli van, képzeld el ilyen karizmatikusokkal, akkor egyszer Tardif atya felszögik, hát ő pap, ugye? Jaj, te drága Szentlélek, Úristen, add meg a nyelvek adományát! Hűte felszögik mellőle egy illető, köszönöm Szentlélek, Úristen, megkaptam a nyelvek adományát! Szóvalja fel. Elszedik még itt. Drága jó Isten, add meg nekem a szellemek megkülönböztetésének az adományát. Köszönöm Szentlélek Úristen. Mellette felszedik valami. Köszönöm Szentlélek Úristen, hogy megadtad a nyelvek adományát. Gondoltam, hogy én próbáld megére. Azt mondja neki, Szentlélek Úristen. Már nem is tudom mit kérni. Mit lehet még kérni? Akármit. Kérnék valamit. Hát. Azt a valamit megkapja a hátsó. Egyszer összeteszi a kezét, és azt mondja, te Szentlélek Úristen, hát veled valami baj van. Azt mondja, én akármit kérek tőle, te nem tudsz jól célozni, mert mindig mellé lősz. Azt mondja, mi a másiknak adod meg, és nem nekem. És most figyelsz, hogy mennyire van szükségünk egymásra, és van, amit te
Több mint valószínű, hogy valamiben mindenki közületek többet kapott, mint mi, én vagy bárki, mert és így jött a Szentlélek Úristen, és azt mondja neki, Tartifa, nem mondta, hogy Tarti, ha neked megadok mindent, amit te kérsz, akkor nem lesz szükséged a többiekre. De éppen ezért nem adok meg neked mindent, mert te tudsz egy dolgot csinálni, de nélküle nem fogsz érni semmit. És akkor Tartifa, hogyha a fejét meghajtotta, és azt mondta, köszönöm, mert jó cég szóval. Érted, hogy még a legyen táborban is van egy ilyen, hogy valaki ezt kapja, valaki azt kapja, és tulajdonképpen pont ebből tudunk alkotni egy gyönyörű egységet, azt aztán lehet ifjúsági közösségnek, plébániai közösségnek, egy nagy egyháznak is nevezni, és az egyházi évben pedig egy adott pillanatban az ember nagyon szépen kezdi megélni azt, amit olyan gyönyörűen és édesen megélt. Még annyit hadd mondjak el befejezésül, és akkor én be is fejeztem, nézem meg, hogy az este ide leírtam valamit. Ja, igen. Két dolog. Ez jó, ez tetszik nekem. Nyáron, tehát még két dolog. Nyáron azért, hogy higgy abban, hogy különleges oltalma alatt vagy az Istennek. Na, hogy nekem valaki kimondja, ha az Istenet nem szereti. Tudja, de például csak úgy képzeld el, most bocsánat megint, hogy magamról beszélek, de amikor a templomot elkezdtük építeni, ez csak egy hülye székely tudja megcsinálni, hogyha ismered a mai 50 lejt, én olyan 50 lejjel fogtam neki templomot építeni. Olyan 50 lejjel. Én néztem Jézust, néztem a tükörbe, Jézus, tehát mondtam, szeretlek tükörbe, néztem, mondta, hülye vagy. Hát semmit sem, még a rajzokat se ismertem mindent, tudod, de ilyenkor a persze az ember kell mutassa nagyot, mutatták a rajzot. Plébános úr, papácsi, érti, értem, hogy de, hogy érem, érted, de annyi kanyar volt ott, meg videó, aztán én tényleg megtanulmányozta, megtanultam most már, azért benne vagyok. Ez volt az egyik, hogy mertem bízni abban, és akkor tapasztalom meg folyamatosan, hogy de csak figyeltem fel építés alatt. Szaporodott a pénz a zsebembe. Nem tudom, hogy lehet, hogy ott hagytam, lehet, hogy nem, de ide nyúltam, oda nyúltam, mindig volt valami. És milyen dilla gyermek, ugye? Azt hittem, templom építés után is úgy lesz. Hát ide nyúltam, oda nyúltam, nem kaptam semmit. Amire megint rájöttem arra, Jámi, amikor szükséged van, megkapod. Amikor nem, jobban tessék odafigyelni. De még, hogy mennyire, ugye ott van nálam a hidegből, hát ezek az agyamra mennek mai napig, hát úgy távolról szeretem, közelről meg for fel az agyam. Tehát ez mindenféleképpen. És amúgy közéjük kimegyek bátran, és bunyók is voltak, tudod, ökoménikus bunyói. Neki szöktem egy lapáttal hét cigánynak, erre futott az ortodox pap, az unitárius szomszéd, és akkor úgy dolgoztuk a cigányok, utána úgy keresztelt lapáttal. De még mind a mellett egyedül megyek ki hozzuk, és egyszerűen miután a bunyó után kimentem, de azt kell tudni, hogy a bunyó után, miután kimentem, a hétből ötöt egymás után eltemettem. Ezért nagyon vigyázz, hogy mit veszel a szájadra. Tényleg. Az egyházunk is, az egyházat Jézus mennyasszonyának nevezi. A mennyasszony ne bántsd. És a mennyasszony van, te is benne vagy. A papot se bántsd, mert rendkívüli oltalma alatt van. Inkább bőjtél ki és imádkozz ki, hogy legfeljebb a papod egy kicsit jobb legyen, de szerintem lehet, hogy jó. Ugyanakkor még pedig, mikor kimegyek, mert ez még egy olyan tisztáló, rá élvezem, a hidegvölgyben, aztán kemény cigány csapat, 51-ből körül vesznek. Hol a pénz? Hát mondom, meg valami utáli, hogy hol a pénz. Akkor megyek ki az évbe, májusban akkor megkeresd, és azt mondja, hol a pénz. És 51-et mondják, és amúgy elárulom, egyes vagyok, oké? Okay? Egyes vagyok. Ugye a kukta fő, ugye? Fő a kukta. Maradok, bírom. Mondom, nem tudok másképpen megszabadulni, és mondom, hó! Mondom, így kezdtem úgy mutogatni. Emlékszel-e Józsit eltemettem, pedig főellenségem volt? Emlékszel-e Rózsi is, mert itt mocskoskodos már rothat a sírban? Így beszélek vele. Na most emlékszel-e, hogy Puci, tényleg egyet úgy nevelt, egy Puci, de a másikat alig tudtam normálisan kivinni a temetést. Úgy hívták, hogy Buzi Tibor. Volt, akkor így mondtam, hogy látod-e már azt a Buzi Tibort is, a nyüvek milyen jó ízen eszik a sírban. És erre, mikor ilyen durván így elmondom,
az egyik cigány meglőtt, és azt mondja, ugye mi barátok vagyunk? Mindenféleképpen egy 20 év alatt ezt ki kellett harcoljam. Még egy időpontot mondanék, ami és egy házasságkötés befejeztetéhez képest. Az előbb is ez volt, de nem fogsz szaporodni. Azt se felejtsd el, menj haza szépen kélek. Ezt tudatosan egy 10 éve gyakorlom. Tudom, ez már elég régóta, de tudatosan csak olyat mondok, amit gyakorlok. Például, de tényleg nagypéntek délután 3 óra. Ebben 3 napban szoktam kérni valamit. Bibliát kinyitom szilveszterkor, nagypéntek délután 3 órakor, és keresztelésem napja. Kicsi. Keresztelésem napja. Nem annyira fontos, mint a születés vagy a névnapod. Engem március 19-én kereszteltek, amúgy február 17-én születtem, akkor abban az idő az volt, hogy hip-hop meg kell keresztelni a gyermeket, és később tudtam meg, de tudjad, hogy azon a napon, mikor te Isten gyermeke lettél, és amikor a Szent Háromság egy Isten az ő finom, gyöngéd szeretetével megjelent a testedben, azt tudjad, hogy azt a pillanatot az Isten nem felejti el. Amilyen pillanatot nem felejtesz el, te is biztos, hogy vannak az életedben olyan napok, pillanatok, vagy jó, vagy rossz, amit nem felejtesz el. És tudjad, hogy 10 év óta, amit én tényleg a keresztelésem napján, vagy rövid időn belül, vagy szinte azonnal egyből megadja. Menj haza, s kérdezz meg. Nekem nem mondjad azt, hogy milyen nehéz az életed. A kérés lehet az is, hogy fulladsz meg valamitől. De ne egyet kérjél, ezt tudjad, hogy amikor 1986. Július 19-én, felszínt, 22-én, bocsánat, felszínteltek minket pappá. Egy nénitől tanultam meg, és itt jön még a házasság. Egy nénitől tanultam meg az, hogy fiam, olyan kedves vagy az Istennek, hogy bármit kér az Istentől megkapod. Képzeld el, 86-ban szenteltek, szentelésem és diákon szentelésem alatt eldöntöttem, hogy csak 5 dolgot kérnék. Most kérnék 15-öt. De elkisten. De attól eltekintve azt az 5 dolgot úgy képzeld el, hogy szinte 30 év alatt nem veszítettem el. Tehát tudom, hogy mit beszélek. És az esküvőnél, amikor eskítenk, ugye a katolikus esküvőnél van egy nagyon szép pillanat, és főleg, hogyha mindegyik katolikus is komolyan gondol, és meggyól is megáldozik, én szoktam tartani egy csendet. Azt tudod egy kicsit, hogy a csend az mekkora komoly dolog. Ha én abban a csendben azt kérem, hogy a mennyasszonyodnak 6-osikre szüljön, 3-at biztos kifut belőle. Nagyon komoly. Mert a házassági évfordulókon le lehet ülni, és ha van egy barátod, megtanítatos valamire. Néha gondolkozhatsz azon is, amikor azt mondsz, miben gazdagodtál itt a táborban. De ha van egy barátod, barátnőd, a legjobb kérdés az, hogy amióta együtt vagytok, mivel gazdagodtam én általad, vagy te mivel gazdagítottál engem? És itt ebben a csendben szoktam mondani még a házasulandóknak, és az megint olyan közösség, hogy összejöjjön. Ma is ott meghallgattam egy prédikációt, de azért imádkozok, hogy ne üresbe beszéljek, mert sok mindent lehet mondani a házasságra, de például én a legelső kérdés, amit a fiataloknak szoktam mondani, úgy emlék mennyire viccesen, de keményen, hogy mindig elvárják az emberek, hogy én mondjam meg a fiatal párnak, hogy mit kérjen. Hát azért tartott csendet, hogy ő mondja meg, hogy mit akar kérni. De a legelső kérésem legtöbbször az, hogy örvendeni tudjunk egymásnak, érted? És akkor mindjárt fel is teszem a kérdést. Ott helyben mondom, persze vannak ilyen házasok is, ha még együtt alusznak, de ugye most már nagy divat, hogy nem. De ha még együtt alusznak, akkor amikor a férfi felébred, hány ma a felesége felé fordult és mondta én neki, drágám, milyen jó, hogy melletted ébredek. Vagy hogy vakuljak, mert ne lássalak, hogy mi van, nem? Kérdőd, tényleg azon gondolkozzak, ki mondta az utóbbi időben neked, hogy úgy örvendek neked? Csak egyszerűen azért, mert ott vagy.
hogy az anya is tudjon örvendeni. Kitaláltam, tudjátok, egy ilyen szertartást a házasságkötés szertartásában. Béketten egyébként. Én azt sem tudom, hogy este álmodozom, vagy mit csinálok, de valamikor jutnak eszembe, pedig nem vagyok ilyen romantikus típus, azért, hogy el tudok képzelni, tudod, egy beszélgetést, kandalló elő, gyertya, fél báránygyűrű, kicsi pohár, pezsgőja, Isten, én mondom, hogy... Vetetek egy ilyen gyertyát a fiatalokkal, és tudod, van egy ilyen, hogy a szülőnek meg kell tanulni elengedni a gyermekét. És ki tudja a legnehezebben elengedni? Hát az anyukas. Ilyenkor úgy örvendek a technikának, mert a technika felveszi, az anyukák ezt előre nem tudják. És képzeld el, mikor a fiú anyukája, mert a fiú anyuka annyira belé banyolodik, gabajodik a fiába, és annyira kezd fiús lenni, mert legfeljebb már az öreget lepattintotta, de a fiába még lát valamit, hogy egyszerűen a fiát nem tudja elengedni, és akkor veszi a gyertyát az anyuka odáll mellé, veszi a gyertyát, nem kell mondjon semmit, csak a világ legnehezebb háromszögét letapogja nekem. De akkor már a sminkit jön le. Ja, jól néz ki. És akkor, amikor átadja a fiának a gyertyát, akkor azt mondja a fiam, elengedtelek. És jön a riválisa. Hát az anya még nő. És olyan nehezen tudja elfogadni, hogy mi az, hogy jön egy leány, és a fiamot csak úgy mellőle kipittyantott. Tehát ezért van lélektanilag az anyus és a menny között ilyen, nem azért, mert por van, hát azért, mert ő nő, mert amikor a mennyét oda megpuszíja, akkor én mondom, ő csak kell csókolja, menjem neki, tehát odaadtalak. Tehát én elengedtelek, neked odaadtam. És mikor visszalép mellém, azt mondja, a gyermekem életében elfogadom a második helyet. Olyat válva lelkén, de ezt tessék megtanulni, hogy néha a szülőnek is megmondani, hogy el kell engedni. Ez megint, ez egy egészséges tulajdonképpen egy kapcsolat. És B fejezén van, ami azért hoztam a laptopot most már csak itt. Add el, hogy kapcsoljadok, ti is fogtok mindjárt. Hoztam egy rövidebbet, de inkább a rövidebbet olvasom fel, mint a hosszabbat, hogy nem, de egy nagyon kár, hogy nem jutott eszembe. Vannak nagyon szép gondolatok. És hogyha tudod, hogy adventől adventig, és nyáron figyel meg a nyaradot talán most szépítette igazából ez a csipta nyaradot. Utána meg ebből most megint hazamensz, kezded az iskolát nagyon szépen, és ha még ne talán kimensz még a temetőbe, nagyon szépen kérlek az itt a haláltól ne félj. Én olyan jó barát vagyok vele, igen, még jó, hogy eszembe jutott, hogy még tudjad, hogy kitartotta neked ezeket az előadásokat. Ugye hát sokat temetek, és sok halottat látok ott benne. Hát én meg akartam kóstolni, milyen benne lenni. Hát bizony, belé is feküdtem. Én mentem egy ilyen koporos előkészítőben, és egyel is volt készítve. És úgy nézett ki, mintha jó lenne nekem, és aztán belé is feküdtem. Kíváncsi voltam, hogy milyen? Hát szék voltam. Elmentem egy másik plébániára. Ágatán voltam 2 évig, és bolyálat mindig volt kézdén egy kopors, hogyha letalán valaki hamar elfutamodik az életből, akkor legyen ahol belétel. És azt is kipróbáltam, és érdekes, olyan vicces dolog úgy kifelé nézni a világból, de vicces dolog, de attól még ne félj. Tényleg ne félj. Nincs halál nekem. Szent János 14. fejezetét elolvasok, azt mondja Jézus benne, ezért megy a reinkarnációba, se a hülyeségét, de azt mondja Jézus, mikor elérkezett az idő, utána jövök és elviszlek. És azt tudja, ha előtted, remélem előtted halok meg, mert ez lenne az életnek a rendje, akkor én is foglak várni téged. De mert emlékszel, a csitten találkoztunk? És mondod, de drága öreg, hát akkor nem lesz ilyen öreg képen. Ott mindenki meg fiatalodik. És fejezzük be ezzel. Másmi, mert ez szerintem ez egy nagyon cuki dolog. És azt hiszem, hogy ennél szebb befejezést nem is tudok kitalálni, csak úgy felolvasom. Az interneten is meg lehet kapni, és az a címe, hogy ha egy nap. És ez tényleg egyeznek, ha egy nap. Ha egy nap úgy érzed, sírnod kell, hívj engem. Nem ígérem meg, hogy meg foglak nevettetni, de sírhatok veled. Ha egy nap el akarsz futni, ne félj engem hívni, nem ígérem, mert hogy megkérlek, hogy megállj, de szaladhatok velem.
Ha egy nap senkit sem akarsz hallani, hívj engem, ígérem veled leszek, és ígérem nagyon csendben. De ha egy nap hívsz, és nincs válasz, gyere gyorsan, látogass meg, lehet, hogy nekem van rá szüksége. Köszönöm az együttétet.